Üdvözlöm. Köszönöm, hogy velem tart. Remélem, ugyanolyan jól fogja érezni magát, mint ahogyan én éreztem, amikor készültem erre az előadásra is, amiben nem igazán volt könnyű dolgom az egyik oldalról, a másik oldalról, meg némi könnyítést jelentett, hogy dr. Diószegi Szabó Pál, történész író, a Szegedi Írók Egyesületének elnöke, bölcsész, egy rendkívül kiváló középkorász, a témát illetően tartott már egy előadást, aminek átvételét engedélyezte, és ennek megfelelően azt a részt, amit a Diószegi úr érintett, azt én már nem fogom, vagy csak érintőlegesen, hogy folyamatos legyen az én témám is, a két királynéről szóló. Hát akkor nézzük, hogy hogy is alakul a két Erzsébet élete. Amikor első Károly Róbertről és feleségeiről szóló előadásomat hallgatták, akkor részletesen megismerkedtünk Lokietek Erzsébet származásával, a családi kapcsolatokkal, a királyné személyiségével. Diószegi Szabó Pál úr pedig a néhány adat Lokietek Erzsébet kormányzati szerepéről első Nagy Lajos kormányzati rendszerében című kitűnő előadásában markánsan érzékelteti az anyakirályné természetét, férje iránti elkötelezettségét annak holta után is, az anya és gyermekei szimbiózisát, különös tekintettel Lajos fiához kötődően, személyes kapcsolataik és érdekeik szerves együtthatását a nemzetérdek mindenek fölöttiségével. Nos, mindezek ismeretében rám már tényleg csak első Károly Róbert özvegyen Lokietek Erzsébet és fiúk Lajos felesége, Nagy Lajos királyunk hitvese, Bosnyák vagy Kotromatics Erzsébet, egymás mellett élését nézzük meg közelebbről. Persze illik szólni, hogy nem az első felesége volt Bosnyák Erzsébet Lajosnak, és az első feleségét is említsem meg a történeti hitelesség kedvéért. Azt tudják, hogy nem képezhette vita tárgyát, hogy ebben a korban a fiúk és a lányok atyjuk, anyjuk döntése szerint házasodtak. Luxemburgi Károly Morva őrgróf János cseh király fia és első Károly magyar király között a visegrádi egyezmények egyikeként emlékeznek, több szerződés jött létre, és ennek egyike értelmében jegyezték el az akkor néhány hónapos Margitot a nála 9 évvel idősebb, 9-10 éves Lajos magyar királlyal. Trónörökössel hitelesebben, és hát a szerződések megkötését követően már mondhatjuk, hogy magyar és lengyel trónörökössel. A lánykát 3 évesen már Visegrádra is hozták a királynéi szerepre felkészítésképp, és azért, hogy a magyar nyelvet megtanulja, és a magyar szokásokba okuljon, szó szerint idézett a krónikákból. Lajos király trónra lépésekor nem volt egészen 17 fél éves. Most ez a 17 fél évest azért hangsúlyozom ki, mert mindenképpen tudnunk kell, hogy mit jelent a harmadfél, negyedfél, tizenhetedfél. Mindig abból indulnak ki, hogy a mondott számot megelőző szám az egész, és amit mondanak, annak pedig a fele. Tehát ennek értelmében a 17-et fél előtti a 16, tehát 16 éves volt, és a 17-nek fele 16 és fél éves volt, amikor trónra lépett. Ez persze azt jelenti, hogy addig a lányka is nőtt, és az elkövetkezendő időszak már arról szól, hogy miért is nem vette még feleségül a lánykát.
Hát kérem szépen, egy kicsit fejletlen volt, és egy későbbi találkozó alkalmával, amikor trónra lépett, és a lányka nagyatja eljött Lajos királyunk temetésére, akkor egy megerősítő nyilatkozat kellett Lajos királyunktól, hogy el fogja venni Margitot. Úgy tűnik, hogy egybekelhettek 45-ben, mert Küküllei János történetíró, 58-tól Lajos királyunk különös káplánja és egyben kancelláriájában vezetőjegyző, már így beszél Margitról. Azt tudnunk kell, hogy ebben a korban, amikor átveszi egy uralkodó a hatalomgyakorlást, és próbál a saját elképzelései szerint irányítani, mindig vannak belső villongások, tülekedések, a korábbi pozícióban lévőkre letolási kísérlet, újabbak helyrekerülése. Ezzel bizony Lajosunknak is meg kellett küzdeni, sikeresen természetesen, hiszen atyától egy rendkívül erős és gazdag országot örökölt, békében élőt, de az Anjou ág, nápolyi ágának trónöröklési rendje miatt kifejezett tragédiák sorát kellett átélni, és már erre az időben túl voltak az öccse András herceg kegyetlen meggyilkolásán, amit természetesen az édesanyja is, meg a testvérek is, az egész család, és a nemzetközi közmegítélés is igen súlyosan élt meg. Azt is tudni kell, hogy a különböző hadjáratai során elért eredményekkel mindig valamilyen hadműveletek jártak, és Lajos, ő maga részt vett ezeken a részt vett a hadműveletekben, többször súlyosan megsebesült. Na most ezt követően ugye lábadozott, gyógyult, a következő ütközetre készült, és mindezt az édesanyja és a felesége pártfogása, illetve vetélkedése mellett kellett megélje, de a ránk maradt iratok alapján úgy tűnik, hogy hiába szerethette feleségét, és úgy alakult a házasságuk, hogy szerelmi házasságnak indulhatott, hiszen nem tudtak időben diszpenzációt kérni a pápától. A történészek meglátása szerint házasságuk előtt kapcsolat lehetett már közöttük. Margit 3 évvel korábban meghalt, és a királyné terhes volt. Hát gondolom úgy érte meg az édesanyja, az anya királyné, hogy a önszeretett imádott fia mielőbb vegye el az imádott lánykát. Tulajdonképpen a Károly Róbert gyermekei, Margit hercegnő, az első feleség, és Bosnyák Erzsébet egy udvarban éltek kisgyermekkoruktól, még a kevés évbeli különbség ellenére is mondhatjuk, hogy közeli ismerettségben voltak egymással, tanulhattak is együtt, együtt jártak különböző rendezvényekre, találkozókra, tanulásuk folyhatott egymás mellett is. Lényeg az, hogy az első gyermek meghalhatott, mert házasságukat és beteg lehetett az ifjú asszony, mert házasságukat követő néhány év múlva született csak meg az első gyermekük. Mindezek ismeretében
úgy lehet felfogni, hogy az anyakirályné Erzsébet vitte a politikai, közéleti tevékenységet, és mintha amennyire csak az várt volna, hogy boldoggá és kellemessé tegye a fia királyi udvarban tartózkodását. Gyermekáldással és lehetőleg fiú örökössel örvendeztesse meg. A házasságukkor Lajos túl volt egy komoly pestises fertőzésen, mert az első felesége az 1348-ban dúló európai pestis járvány áldozata lett, és ennek áldozata lett öccse Endre király, a Nápolyban meggyilkolt Endre király utószülött fia, legifjabb Marter Károly, 3 évesen is, tehát ez szerint Johanna királynő, nápolyi királynő elérte célját, hogy egyeduralkodóvá válhatott. Amikor a két asszony életéről beszélünk, akkor mérlegelnünk kell azt is, hogy Lokietek Erzsébet udvarában nevelkedő kislányka Erzsébet, mert az édesanyja korán meghalt, milyen behatásoknak lehetett kitéve, hogyan nevelt, gondoskodott a neveltetéséről az anyakirályné, ahogyan a politikai életben játszott szerepét nézzük, valószínűleg igen szigorú, következetes hölgy lehetett, és tarthatott tőle az ifjú királyné, ezért nem is nagyon tudunk olyan megmozdulásról, ami önálló megmozdulása lett volna anyósa életében, bár voltak hosszabb olyan időszakok, amikor az anyósa nem tartózkodott a királyi udvarban, mert amikor Lajos a lengyel királyi koronát fejére tehette, attól az időponttól fogva az édesanyját bízta meg Lengyelország kormányzójaként, és természetesen ezen idő alatt Krakkóban élt az anyakirályné. Az, hogy ott milyen volt a megmozdulása, arról Diószegi Szabó Pál úr szólt, de annyit tudnunk kell, hogy nem sokáig tartott ez az ott léte, mert nem nyerte el az akkor még nemetséges lengyel királyság szimpátiáját, és egy egész csekélynek induló bonyodalomból akkora csetepaté alakult ki, hogy az anyakirályné visszajött. Ezek az időszakok még azt mutatják, hogy a két Erzsébet egymás mellettisége az eltűröm, mert szükséges nézeten alapulhatott, és a feleség Erzsébet tevékenységéről, még talán maga a férje sem, képességéről, még talán maga a férje sem győződhetett meg, akkor jöhetett mindez felszínre, amikor meghalt az anyakirályné Lajos édesanyja, az anyós, és ezt követően nem sokkal maga Lajos király, és az özvegye, Bosnyák Erzsébet, a 11 éves megkoronázott Mária férfiként, megkoronázott Mária királynő mellett régensként, egyeduralkodóként járhatott el. Hát a Garai Nádorra és családjára hagyatkozott természetesen, már amikor. A helyzet az, hogy elsajátította az
anyanyelvet a horvát mellett, megismerte történelmünket, szokásainkat, még közel sem jelentette azt, hogy azonosult is új hazájával. Ezek a problémák azt jelentették, hogy az egyéni saját személyes sérelmei bosszúvágya vezérelte régensként, és nem a nemzetérdek nem tudott népben, nemzetben gondolkodni. Nagyon-nagyon kezdetleges elképzelései voltak, de a probléma ott kezdődött, hogy az anyakirály, az anyósától átvett adminisztrációban dolgozóktól elvárta, akik ugyan értettek az igazgatáshoz, az államügyek viteléhez, de elvárta a feltétlen engedelmességet. Nos, hát annál nincs károsabb, amikor egy hozzá nem értő elvárja az alattvalói, az alárendeltjeitől a feltétlen engedelmességet, és a legnagyobb esztelenségei elfogadását és eszerinti eljárását, amennyiben ez nem így történt meg, ez az azonnali elbocsátással, hanem fővesztéssel járt nála. Nagyon komolyan beavatkozott a leánya életébe, leányai életében, hát a lengyel helyzetet, állapotokat majdnem sikerült teljesen elrontania. Komoly nézeteltérések keletkeztek a lengyel nemesség, különösen a nagy lengyel nemesség és közötte, míg végül engedett a szorításnak, és a lengyelek elvárása szerint Hedvig lányát engedte, küldte ki a lengyelek elvárása szerint, hogy ott éljen és uralkodjon, amit elvártak a lengyelek. Hát ennek azért volt némi áldozata, mert a lengyelek meg azt várták el, hogy az ifjú hercegnő váljon el férjétől, és második Ulászlóval kössön házasságot, aki a királyné férjeként Jure Uxoris lenne királyuk. Hedvignek végül is ez szerencséjére vált, hogy az édesanyja levette róla a kezét, de Máriának kevéssé, és hogy ezzel kapcsolatban mi is történt, hogyan is alakult, ezt a következő előadás fogja tartalmazni, mert az már kifejezetten Mária királynő időszakához kötődik. Azt talán meg sem kell említenem, hogy már jó ideje élt a török fenyegetettség, amire a mi régens Erzsébet királynénk a legcsekélyebb figyelmet sem fordított, mert jó részt azzal volt elfoglalva, hogy hogyan konspiráljon a Mária és Hedvig lánya uralomra kerülése érdekében, hogyan tudná a helyzetet saját elképzelései szerint alakítani, míg végre rájött, hogy a változó helyzetben, hiába tették le Lajosnak az esküt, Mária és Hedvig elfogadására a magyar, lengyel nemesek, itt a helyzet változott, és nem a helyzethez igazodott, hanem a saját elvárásaihoz, de hát aztán rá kellett döbbenjen, hogy ő neki kell az új kialakult helyzetnek igazodni.
Ezek a dolgok világosan mutatják, hogy hiába nevelkedett Erzsébet királyné, Lokietek Erzsébet királyné mellett és nevelése alatt örökölhette a szokásokat, örökölhette a társasági életben elvárt viselkedési módokat, gyönyörűséges hölgy lehetett, de a helyzet az, hogy nem örökölte az eszét, a bölcsességét, a világlátását. Ez közel megsemmisítőleg hathatott volna, hogyha a régensége hosszabb ideig tart. Hogyha úgy nézzük meg a két hölgy egymás mellettiségét, hogy Erzsébet anyakirályné egyetlen útjára nem vitte magával Lajos feleségét, se az itáliai útjára, sem az aacheni zarándok útra. Természetesen lengyel Homba is a trón mellett, mintha a király bal oldalán csak lánya állna, Erzsébet hitvesét nem vélhetjük felfedezni, mind-mind arra mutatott, hogy másodlagos szerepet játszhatott a politikai életben. Lajos életében valószínűleg, hogy hozott feleségi, hitvesi szeretetet, kedvességet, esetleg netalántán családi nyugalmat, gyermekek sorát szülte, és csak annyi probléma volt, hogy lányok voltak, és közülük is ugye a legeslegelső, akit nem is ismerünk, úgy hunyt el, hogy névtelen maradt, az első két gyermeke pedig az egyik szülés után, a másik pedig 3 évesen meghalt, két lányuk élte meg a felnőtt kort, és hát gondolom már valamelyik univerzumban tudja értékelni, hogy Hedvig lánya miért lett a lengyelek szentje, és Mária királynőnkről miért tud a történelem vajmi keveset, és hogy ebben ő neki milyen sok hibája következett be, milyen sok téves utasítása, rendelkezése vezetett ahhoz, hogy a magyar országi helyzet rendkívül kritikussá, hova tovább polgárháborús helyzet kialakulásához vezessen. És ez az ő halálát is okozta, és a következő előadásban megnézzük közelebbről, hogy mindez hogy is történhetett. Köszönöm szépen figyelmüket. A következő előadást szintén úgy fogják megnézni, hogy az Agora honlapján fönt lesz az elérhetőség. Ez az egyik. A másik, a mai előadás tehát két részből áll, az egyik Diószegi Szabó Pál úrnak az előadása, és ezt követi a két királynőkről, nékről szóló én előadásom. Viszontlátásra! Sóhajthatok már? Persze. Köszönöm szépen. Majdnem elfelejtettem, hogy a